A hangja is ijesztő volt a csütörtöki jégverésnek nagy ecseden. A dió nagyságú jégtakarótól úgy nézett ki az udvar, minthogyha havazott volna. Ettől azonban több és nagyobb kárt okozott az ítéletidő. Lerombolt tetők, kiukasztott cserepek, összezúzott pala, betört ablakok és sérült autók. Ezek a felvételek már másnap készültek. Tegnap a szoba, még az ágy is elázott, mindenütt folyt a víz. Három utcán söpört végig a vihar, ezeken folyamatosan haladtak a tűzoltók, a hivatásos és önkéntes beavatkozók, közel 100-an. Szolnokról is érkeztek tűzoltók tetőt javítani, de akkora volt a kár, hogy még ennyien is lassan haladtak. Úgy félünk, mert délutánra megint mond egy hatalmas vihart, és ez a még egyszer beállik, akkor itt vége. Tehát tegnap állt a padláson a víz. Folyt be. Ez a tegnapi időjárás eredménye, ilyen nagyságú jég pusztított itt mindent. Zsófiáék a jeget tették el a fagyasztóba emléknek, más a megrongált tető egy darabját. Egy palát meg tudnék mutatni, ekkora jegek voltak, ezt meg tudtam menteni, nagyon akartam, hogy ezt megmentsem, mert szerintem ezt vagy lefotózom, vagy emlékbe elteszem. A helyiek kétségbe vannak esve, soha nem láttak még ilyen pusztítást. Már 88 éves leszek, ha megérem az októbert, de én még ilyen jeget, hát ilyen jegek, meg még ilyen hosszúk voltak. Csak úgy kupogott, verte mindenfele. Sokaknak biztosításuk sem volt, de azok sincsenek könnyű helyzetben, akiknek van. Ez még a régi kispalás, úgynevezett 40x40-es pala tető volt, amit nem tudjuk, hogy mivel lehet helyettesíteni, mert ezt nem lehet helyettesíteni, ilyen már nincs, megszűnt, különben is ez egy veszélyes hulladék, egy rákkeltő anyag, tehát nem tudom, hogy most hogyan tovább. Péntek délben 150 káreseményt számoltak fel a tűzoltók, az esetek 99%-a épületben keletkezett, de más károkat is okozott a jég. Egy kacsának nem tud felállni, annak a lába szerintem eltört, a jég elütötte, egy tyúk nem lát, annak a fejét ütötte el, az szemét kiütötte, tehát ezt tudom. Na, de a melléképületen cserép van, és az is ugyanilyen rongyos, ez az északi oldal a cserép is. Tehát, de most azt én azt hagynám hátra, ezt próbálnám megvédeni először a lakást. A csütörtöki mindössze 15 perces pusztítás a település egyharmadát érintette. Előzetes becslések szerint körülbelül 630 ingatlant, melyek helyreállítása milliárdos nagyságrendű lesz. Minden bizonnyal szükség lesz valamilyen központi segítségre. A védekezést elrendeltük a pénteki nap folyamán, illetve a Viszmajorra benyújtottuk a mai nap folyamán az igényünket. Nyilván reméljük, hogy valamilyen központi költségvetési támogatást kapunk, illetve hát az önkormányzat is a saját mértékében és lehetőségeihez mérten biztosítani fog támogatást, és a jövő hét folyamán megpróbáljuk összerakni azt a logisztikát, hogy kijussanak a segédanyagok, illetve a helyreállítást tudjon haladni. Nyilván jelentős gondot fog okozni ebből a több mint 600 ingatlanból, annak az ingatlanoknak a sorsa, ahol nincsen biztosítás. Az önkormányzat ingatlanjaiba is több helyen kárt keletkezett, de az önkormányzati ingatlanok természetesen biztosítva vannak, illetve hát az önkormányzat ezt saját maga megoldja. A viharok károsultjainak megsegítésére országos adománygyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az adománygyűjtés támogatható a 1358-as adományvonal hívásával, az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, illetve banki átutalással. A javításhoz szükséges eszközök tárgyi adományként is felajánlhatók, melyek a Magyar Református Szeretett Szolgálat által működtetett jelenlétponton Nagyecseden az Árpád utca 41 szám alatt személyesen leadhatók.